A mi hazánk, üdvözle a kormány azon döntését, hogy egyszeri, hat havi szolgálati jutatásban részesíti a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományát, a rendőröket, a büntetésvégrajtási dolgozókat, tűzoltókat, katonákat és pénzügyőröket. Azt viszont elfogadhatatlannak és felháborítónak tartjuk, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak nem részesülnek ezen juttatásból. Mint ismeretes, a rendvédelem romokban áll. Alacsony bérek, óriási leterheltség és csak minimális elismertség az állam részéről. Vérlázító, hogy így próbálják maradásra bírni a rendvédelmi szervek dolgozóit. Az meg egyenesen gusztustalan, hogy ezzel a hat havi fegyverpénzzel zsarolják az állományt és próbálják rákényszeríteni a covid oltásra, na meg arra, hogy áprilisban a Fidesz mellé tegyék azt a bizonyos x -et. A mi hazánk azonnali 100%-os béremelést követel és a szolgálti nyugdíj visszaállítását, Valamint ezen szféra dolgozói számára egy biztos és nyugodt jövőt kínál, ha megkapjuk a lehetőséget a tisztelt választópolgároktól. Közös erővel fel a győzelembe!